2016-17-es iskolaiban a nemzeték diákja Vadnerika lett. Imár hagyományossá vált évvégi interjúban őt vallatjuk élményeiről, érzelmeiről és terveiről. Üdvözöllek, Erika! Sziasztok! Az a tény, hogy az idei generáció diákja lettem, számomra nagyon nagy büszkeség, hiszen nem kevés jelölt közül lettem én a díj tulajdonosa. Elevenítsük fel a ballagás ünnepség azon perceit, amikor kihirdették, hogy ki is lesz az idén a rangos díj várományosa. De hangosan be is mondom, Nacsik. Ja, vagy vidim, nagyon papírulj meg. Dobitnik a szacsifu csitati, Vadna Jerika. Ove godine su prevagnuli rezultati na takmičenjima. Mielőtt kihirdették, hogy ki is a szerencsés diák, nagyon izgultam. Kattogott a fejem, hogy vajon kinek a neve is lehet a borítékban. Bár titkon reméltem, hogy az enyém, nem igen voltam benne biztos, sőt, fontolgattam, hogy vajon melyik diáktársam lehet a szerencsés nyertes. Végül, mikor meghallottam az én nevemet, nagyon megörültem, alig tudtam elhinni. Nagyon büszke voltam magamra, és örültem annak, hogy az osztályfőnökeim is büszkék lehetnek rám. Ha most valaki arra kéne, hogy áruld el neki, hogy hogyan lehet valaki nemzeték diákja, milyen tippeket adnál neki? A legfontosabb szerintem, hogy sikeresen vegyen részt versenyeken. Persze emellett tanuljon, és igyekezzen jó jegyeket szerezni. Az elmúlt 8 év tanulmányod alatt mi volt a legnehezebb? Minden tantárgy nehéz volt, de egyben könnyű is. Mindig megvoltak a lazább órák, könnyebb tananyagok, és ugyanúgy a nehezebbek is. Hogy melyik volt a legnehezebb, azt nem tudnám kiemelni. Sorolj egy-két olyan esemény, amire szívesen visszaemlékeznél. Az egyik esemény, amire szívesen visszaemlékezek, az negyedik végén, mikor egy kis bulit rendeztünk a tanítónénivel is az osztállyal. Nagyon jól szórakoztunk, és a tanítónéni egy mennyei csirkepaprikást is főzött. A másik azok az iskola által rendezett kirándulások, ahol mindig remek hangulat uralkodott. És így harmadiknak a ballagást emelném ki. Az egy olyan esemény volt, amit szerintem soha nem fogok elfelejteni. Sok versenyen vettél részt egészen a köztársasági szintig, melyekről szép eredményekkel tértél haza. Sok lemondással járt ez? Akkor, amikor éppen felkészültem a versenyekre, nem tűnt fel, hogy bármiről lemondtam volna. Így visszagondolva lehet, hogy vett el a szabadidőmből, de nem bánom, mert a verseny eredmények kárpótolták a belefektetett időt. Tudtommal egy igencsak összetartó osztály vett körül. Hogyan jellemeznéd őket? Mint mindenki, én is elmondhatom, hogy az én osztályom volt a legjobb. Ez bizonyítja a különböző osztályversenyek megnyerése, és azt sem kell utoljára hagyni, hogy mindig az élen voltunk a tanulmányi eredményeket nézve. Habár ötödikbe új osztályba csöppentünk bele, nagyon gyorsan összebarátkoztunk, és így nyolcadikra már egy egészen összetartó osztályra kovácsolódtunk. Van-e olyan huncutság, amit az osztályoddal követtél el, és amit megosztanál velünk, már ne szabad? Rengeteg huncutság van, amit az osztályommal követtünk el. Talán a legemlékezetesebb az, amikor első osztályban nem engedték be a bentiek, akik kint voltak, és a nagy ajtófeszítésben sikerült leszenni az ajtót a helyéről. Közben egy gyerekre rádölt egy asztal, és a tanítónéni nem igen örült neki. Túl vagy egy sikeres érettségén. Mit kell tenni, hogy valaki 51 pontot érjen át a záróvizsgán, ebből magyar matek szinten hibátlan teljesítménnyel? Igazából szerintem az órákon való odafigyelés a legfontosabb. Ha valaki odafigyel az órákon, eljár felkészítő órákra, és nem az összes ellenőrzőt puskázza, akkor könnyebb lesz a záróvizsga is. Július 4-én és 5-én megvolt a középiskolai iratkozás. De hol folytatod tovább tanulmányait? A Becsei Gimnáziumban folytatom tovább a tanulmányait. Hogyan néz ki egy iratkozás?
Az iratkozás úgy nézett ki, hogy bementünk egy terembe, ami erre volt külön kijelölve, és ott fogadott minket egy tanár, aki elmondta a fontos információkat, amik szeptember 1-én várnak ránk, és még pár papírt kitöltöttünk. Távolabbi terveidről mesélni le nekünk. Pontosan még én sem tudom, mit akarok, épp ezért választottam a gimnáziumot. Szeretnék majd egyetemre járni, és talán egyszer ügyvéd lesz belőlem, de ez még majd az évek során el fog dőlni. Mesélj nekünk a családban eltöltött élményekről. Kevesen dicsekedhetnek el, hogy van bátyjuk is, meg húguk is. Hogyan tudjátok összevenni a lépést úgy tanulásban, mint a munka vagy szórakozás terén? Ez nálunk úgy néz ki, hogy mindenkinek megvan a saját kis birodalma a házon belül, és ott tanul. Így elkerüljük azt, hogy bárki bármiben zavarná a másikat. Persze húgomnak, hogyha kérdése van, akkor mindig hozzám fordul segítségét, és közösen megoldjuk a számára nehéznek tűnő feladatokat. Szórakozni mindenki szeret, ezen a téren nem szoktak gondok akadni. Ellenben a munkával, ahol igyekszik mindig mindenki a másikra kenni a saját feladatját, persze a végén mindig mindenki kiveszi a részét a munkából. Mik a hobbiaid? Amikor nem tanulsz, mit szeretsz legjobban csinálni? Már 8 éve tagja vagyok a modern tánccsoportnak, és általában a szabad időm is a tánccal telik, vagy pedig sportolással. Legjobb barátnőid, mit csináltok legszívesebben együtt? Szerencsére sok barátom van, és most nem is emelnék ki neveket. Általában, hogyha együtt vagyunk, akkor elmegyünk sétálni, vagy cukrászdába, nagyon sokszor megnézzünk egy filmet, vagy egy kávé mellett jót beszélgetünk. Igazából mindig elüssük az időt, hisz olyankor örülünk, hogy együtt lehetünk. Most egy kis meglepetéssel szolgálunk. Mutatunk neked néhány képet, és arra kérünk, mondd el, milyen élményekkel kötnek ehhez az eseményekhez. Thank you.
Jó volt látni ezeket a képeket. Szinte újból jártam a 8 osztályt. Akkor hosszú időnek tűnt, de így visszagondolva egy szempillantás volt az egész. Köszönjük, hogy időt szakítottál ránk és válaszoltál kérdéseinkre. Kívánjuk, hogy teljesüljenek vágyaid, terveid, és hogy továbbra is sikeres légy tanulásban, munkában, az életben. Ehhez kívánunk neked erőt, egészséget és kitartást. Köszönöm.